biztosan erre emlékeztek, csomóan azért az én generációm vagy fölöttem. 1982-ben 11-es mozgóvilágban, közvetlenül a mozgóvilág becsukása előtt, megjelent a Bauer Tamásnak egy cikke, második gazdasági reform, ki tudja már mi volt a címe, és a cenzúra figyelmét elkerülte, hogy van benne egy hivatkozás a leges, legkeményebb rendszerkritikára, az a Márkusék által írt antitőkére. Ezt a hivatkozás fölött a cenzúra elsiklott, de a Bauer Tamás cikkére döntő szerepe volt az egész mozgóvilágnak a lefejezésében, és ugye szóval, hogy a Bauer Tamás a 81-ben jelent meg ez a hatalmas könyve, amiben azt mutatta ki, mi volt a címe, beruházások, vesző, válság, ciklusok, talán ez emlékeztek, két kötet, ilyen vastagságú könyv, azt mutatta ki, hogy a beruházási ciklusok a szocialista országokban azok állnak a társadalmi robbanások mögött. Szóval az 1956-os magyar forradalom mögött a beruházási ciklusnak valamilyen alakulása áll, ebben most nem akarok belemenni. Oké. Szóval, hogy elfutnak a beruházások, az államilag finanszírozott beruházások, ami mögött, amiket csak adósságból és nem tudom, a jövő terhére lehet finanszírozni. Jó, szóval, hogyha mindig itt, szóval, ha ilyenek következnek be, akkor ott nagy baj lesz. És, hogy és akkor voltak ezek, ugye, szóval 1956 előtt Magyarországon, és ezt jól tudta adatolni. 56 előtt Magyarországon, 68 előtt Csehszlovákiában, és 81 előtt Lengyelországban. És most pedig a 80... Szóval ez volt az utolsó. Jó? Szóval, oké, de ebből az következett, ugye, hogyha ha valami ilyesmi van, akkor ott krach következik. Szóval ez volt neki valahogy a koncepciója, de hogy hivatkozott erre a könyvre, és ezt senki nem vette észre, és hogy ez fölvette ilyen kapcsolatot a reformközgazdaságtan, és a budapesti iskola között. Akkor ott volt a másik, nagyon fontos, ugye csak 1985-ben jelent meg teljesen a demokratizírunk tanulmány. Na most a demokratizírunk tanulmányban van egy csomó borzalom is, oké, de a demokratizírunk tanulmányban az is benne van, hogy ahogy a reálisan létezett szocializmus megvalósult, az valami külön úton történt. Ugye a Lukács úgy hívja, hogy nem klasszikus úton történt. Most ami nem klasszikus úton történt, ott a marxi fogalmi rendszer nem illetékes. Jó, most ebből számítsa ki mindenki, hogy micsoda bedőlés következik ebben a pillanatban, hogyha a marxi fogalmi rendszer az akkor, ugye mit tanultunk akkor politikai gazdaságtanból? Ugye, hogyha az egész fogalmi rendszer az akkor egyszer csak illetéktelen lesz. Jó, szóval, az Andi sokkal több ilyet tudna felsorolni, de hogy volt egy csomó olyan pont, ahol a Lukács, ahol a Lukács életművének a korpuszában benne vannak ilyen kikezdő, a szocializmust kibillentő kezdeményezések, amik aztán, na most akkor ez lenne a második, amik úgy konkrét volt, és akkor még összességében kell beszélni, erről az Andris is beszélt valamelyikben, csak most én itt össze-vissza haladtam, ugye a teljes Lukács iskolának, ugye vagy budapesti iskolának a teljesítményéről és a dekonstrukciójáról, amik teljesen különböző irányba haladtak. 1990-ben jelent meg a Misuk könyve, ugye a Marx után szabadon, vagy miért nem vagyok már marxista. Jó, szóval, hogy abban, ugye, szóval, ami nekem döbbenetes volt, ugye aki őriztem ilyen közgazdasági dolgokat, ami nekem döbbenetes volt, az a gazdasági redukcionizmusnak a teljes lebontása. Jó, hogy a marxi koncepció, és holott ez még benne születik az egészben, még nem 89 felé kacsingatunk, ezek régebbi 73-tól kezdődő tanulmányok vannak abban a kötetben, ugye? Szóval, hogyha a gazdasági redukcióval ilyen problémák vannak, akkor mit tanultunk a politikai gazdaságtan órákon? Ja, és a Bauer Tamás azt mondja, hogy minden politikai gazdaságtan tankönyvnek van egy trükkje. Ugye, ha emlékeztek erre a fordulatra? Na ez azt jelenti, hogy mindenik hazudik. Ugye? És a Bauer Tamásnál is mondja, mi az a hazugság? Az, hogy az állami tulajdont az közösségi tulajdonnál mossa össze, és akkor elkezdődik valamiért. De ez a szóhasználat már, hogy van egy trükkje, mindegyiknek van egy közös trükkje. Jó, szóval így a Lukács és a tanítványi kör, a Lukácsnál is vannak ilyen dolgok,
ezt akarom csak mondani, sokszor sporadikusan, a tanítványi körnél sokkal szisztematikusabban, vagy a budapesti iskola körénél sokkal szisztematikusabban, van egy ilyen lebontás, ugye, ami teljesen, szóval hogy mondjam, szóval a rendszer önértelmezésének a premisszái voltak, azok egyszer csak süllyednek. Amit a Márkusék kimutatnak, hogy már a kiinduló ponton bele van kódolva az egész marxi koncepcióba, hiába használ Ricardót, meg mit a Ricardót úgy módosítja egy picit, hogy a kiinduló pontban a használati érték fogalmába bele van kódolva a kommunizmus perspektívája. És akkor ezt fogjuk visszakapni. Ja, hát ezek szerint ez egy elméleti konstrukció, nem a reális történelemfilozófiai jövőbelátás, és így tovább, szó nincs ilyen. Jó, ez a 70-es évek legelején ez még hihetetlenül nagyot szólt. A 80-as években már senki nem hitte, hogy abból a fullokló, eladósodott, nyomorúságos, szürkére mosó szocializmusból valaha is kommunizmus lehet. Ezt is senki nem hitte, de ez megint más volt, attól a politikai gazdaságtan órák változatlanul zajlottak. Na jó, oké, most nem követtem teljesen azt, amit az Andris itt nagyon szépen végigvett. Még egy valamit szeretnék mondani, amit az Andris is említett, ez az ősi dráma, szóval nekem ebben a Lukács könyvben két olyan szövegem volt, ami nem mindenkinek jutna eszébe talán, hogy ezeket használja. Méghozzá valamennyire centrális szövegként használja. Ez az egyik az ősi dráma volt. Ugye az ősi drámát én először életemben akkor láttam, amikor Magyarország volt Frankfurtban a könyvvásárnak a súlypontja. A teljes magyar drámairodalomból ez az egy mű jelent meg. Azért, mert hogy abban a kontextusban valószínűleg ez a legfontosabb munka. Miközben, szóval véletlenül sem mondjuk azt, hogy mint dráma, ez egy kiváló dráma lenne. Ezt azért nem hiszem. Szóval vannak ennek a drámának azért még műalkotásnak, de ez egy másik téma. De ugye a kontextus miatt, és ugye az Andrisnak igaza van, 1983-as azt hiszem az első változata, és 98-as, az utolsó, az közvetlenül a frankfurti könyvvásár előtt még simított rajta egy picit. Nekem is vannak különböző változataim ebből, de az egész ugye azután, a csibészség után van, ami szintén egy kulturális forradalom volt, és az ősihez kötődik, aki valamennyire szintén Lukács tanítvány volt, nem tartozott soha bele az iskolába is. Nem. Szóval ne felejtsük el, amikor ősit lecsukják, akkor Lukásnak döntő szerepe van a családnak az eltartása, vagy a fenntartásában, a család támogatásában Lukács akkor nagyon nagy dolgot csinált. Na mindegy, szóval azt akarom mondani, ugye, hogy 1981-es volt az Ács János által rendezett, és ezért az Ács János nevéhez kötődött, de én tulajdonképpen azt sejtem, hogy ez döntően az ősinek az akciója volt, aki dramaturgként dolgozott a Kaposvári Színházban, és a Marasszád előadás, amit szépen úgy addig igazítottak, és addig kevertek különböző elemeket, még egy ilyen nagy-nagy ellenzéki demonstráció lett az egészből. És nem csak a Korvin közről van szó, és nem csak a Korvin közös képről, mindenki tudja, ugye, hogy miről beszélek. Mert senki nem jött rá, ugye, először a német televízió, talán szóval, hogy a bajor televízióban volt először az a hír, hogy ja, hát ez a Korvin köznek a képe, mert hogy ugye valaki fölment, és a szomszédos házakból így különböző perspektívákból fényképezte a Korvin közt, és akkor ezt a képet, ezt egyetlen képé összemontírozták, és ezért nem lehetett fölismerni, hogy hol vagyunk. És lement a függöny, a Marasszád után bement a függöny, és ott látta mindenki ugye maga előtt a Korvin köznek a képét. És mondom, évekig ment ez a totolyázás, hogy akkor most mi ez a kép, meg mi is, nem árulták el az Ács János is, hogy mi ez, hát ja, valahol fényképeztük. Jó, nem csak ez, nem csak az, hogy a szongokat szépen átírta, és a szongokat egy kicsit csípőssé tette, és ugye Görgei Gábor volt a fordító, és az ősi ezt úgy magához ragadta, és szongokat egy kicsit csípőssé tette, de hogy nagyon rafináltak voltak ezek is, ugye, hogy akkor cigányzenét alákeverni akkor, amikor a forradalom ezt éneklik, és akkor nem tudom, szóval igen, szóval az ősinek egy csomó tapasztalata volt már, amikor ezt a Lukács drámát egy ilyen nagyon személyes, de tulajdonképpen magát is Lukácsot állítja színpadra, és egy beszélgetés van, ami hát ugye majd így fogja átírni már a rendszerváltozás utáni időből, hogy ez ugye valamelyik átírás már, hogy akkor elmegyek, és azt mondom, hogy na, megbukott a Szovjetunió, és akkor most
most akkor mi is van. Jó, szóval mindegy, szóval azt akartam mondani, hogy ebben a Lukács és a Lukács körüli egész világban, ugye szóval most a budapesti iskolát is, de egy pár olyan emberben is, akik nem tartoztak az iskolához, mert hogy nem voltak filozófusok sem. Jó, szóval az ő teljesítményükben érződött, vagy érlelődött valami olyasmi, amiből a magyar demokratikus ellenzék lett, és még döntően a reform közgazdasággal is kölcsönhatásban. Szóval még jó, annak volt azért egy külön pályája, hogy az hogyan jött, ez nagyon pragmatista volt, meg nem tudom minden, de még itt is volt egy egybefonódás. Jó, szóval ezért arra a kérdésre, hogy klasszikus vagy aktuális, azt mondanám, hogy Frankfurtban azt mondanám, hogy klasszikus, és Magyarországon meg úgy ebben az értelemben, szóval, hogy igen, szóval nagyon, nagyon aktuális. Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy Andrásba szorult-e valami reakció? Mert most nem mentünk végig, ja, kikapcs. Köszönöm szépen, én egyetértek a János értem. Reakciójával. Értem. Én nagyon-nagyon megköszönöm akkor, amiket mondtatok, és én akkor megkérném Szűcs László Gergelyt, hogy mondjon valamit ennek a konferenciának a utolsó perceiben. Köszönöm szépen, főleg, hogy ez az a izgalmas vita után megszólalhatok sok érdekes feltéréssel, tehát ez a lehetséges olyan konferencia, ami a harmadik nap estén is nagy szenvedélyen előadott párbeszédekkel zárul, ez külön öröm. De azzal zárom, hogy nagyon köszönöm mindenkinek a részvételt, aki az előző három napban részt vett. Sok félelmünk volt itt, mind a technikai problémák, mind a párosok nehezen mozdítása mögött. De összességében nagyon jó a benyomásunk erről a három napról, nagyon sok izgalmas beszélgetés hangzott el három nap alatt, sőt a résztvevők nem tudják, de mi a Nagy Péter Tiborral tudjuk, hogy párhuzamosan e-mailek és telefonok jöttek, hogy ez a könyv mikor lesz, sor kerül-e rá, jövőre lesz-e, vagy mikor fog megtörténni. Tehát röviden úgy tűnik, hogy erre a rendezvényre már most elég nagy, sok embert mozgatott meg, nem csak azt a közel 50 embert, aki részt vett háromnapos vitasorozatban, de mindazokat, akik figyelemmel kísérik a filozófiai könyvek sorsát. Most ezért azt tervezzük, hogy terveink szerint ez egy hagyomány kezdőpontja lesz, minden jel arra utal, hogy erre igény van, ahogy az Olaj Csaba fogalmazott talán, hogy nagy tömegben szóbeli recenziók is elhangoznak filozófiai könyvekkel, és arra kényszerüljünk, hogy a másik emberrel megosztjuk a gondolatainkat a könyvéről. Ez egy nagyon fontos dolog. És talán az is, amit a Harka Péter említett meg, ha jól emlékszem, hogy ezek rögzített beszélgetések, tehát a kicsit nagy dolga azt mondani, hogy a jövő filozófia történet írójának rendelkezésére fog állni, hogy az adott időszakban milyen reakciók születtek a megjelenő könyvekről. Az is nagyon fontos szerintem, hogy ez olyan rendezvénynek látszik, ahol a jól sikerült és a kevésbé jól sikerült könyvekről, a nagy, már megjelenések után nagy vihat kavart könyvekről és a kisebb háttérbe szóló könyvekről is egyaránt szó legyen, egyaránt viták alakuljanak ki. Tehát a formátumot én majd ezt megbeszéljük, szerencsésnek gondolom. És még egy dologért tartozunk köszönettel a Bezli János főiskolának, aki befogadta ezt a programot, és mit tűnik, hogy a jövőbe is be fogja fogadni. Én úgy ítélem, hogy ez is egy nagyon fontos dolog, hogy ez a Bezli János főiskolán zajlik ez a rendezvény, remélhetőleg hamarosan élőben, amelynek nincs filozófia tanszéke, nincs nagy számú filozófus gárdája, ugyanakkor nem érzünk magunkra olyan nyomást, hogy melyik könyvről beszéljünk inkább, kit hívjuk meg inkább, és kit ne hívjuk meg inkább.
nincsen, egyenlő távolságot tudunk tartani különböző intézményektől. Tehát én azt hiszem, hogy ha ezt meg fogjuk rendezni újra és újra, ezt a többnapos könyvvitát, és egy szerencsés helyzetben a Leszli János főiskolán, amely nekünk lehetőséget biztosít a jövőben is arra, hogy évről évre találkozzunk. Köszönöm szépen még egyszer a figyelmet! Sziasztok. Köszönjük szépen a rendezőknek és a műsorvezetéseket, a szervező munkát, a technikai segítséget, és nem tudom mindent, szóval köszönöm szépen, nagyon ügyesek voltatok, szervezők. Sziasztok. Okay. Sziasztok. Köszönünk szépen mindent. Thank you.